Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasada Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Aqui, é, Tozinho. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Elénekeljük meg Jai Radha Madhavat, meg egy kis meditációs dalamot, ami nagyon tisztító hatású, hogyha nem is érti valaki, miről szól. Ugye ez a lelkek és Isten közötti szeretetes viszonyokról szól a következő ének, vagy dallam, vagy mantra. És csak lehet hallgatni, és a szöveg így hatásos lesz így is. Jai Radha.
Gopi Jana Valada Jaya Girivara Dhare Jaya Girivara Dhare Gopi Jana Valada Jaya Girivara Gopijana Balaba Jaya Girivara Dhare Jaya Girivara Dhare Gopijana Balaba Jaya Jaya Girivara Dhare Yashoda Nandana Jaya Braja Charanjana Jaya Jaya Yashoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Yashoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Shri Radha Shyama Sundar Ki Jaya Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jó, akkor köszönjük minden kedves vendéget, akik ma eljöttek. Ma különleges témáról fogunk beszélni, hát nálunk minden téma különleges. De most Krisna völgyben van egy, hát holnap lesz egy ünnepfesztivál, ami többség úgy ismeri, mint egy édességfesztivál, ahol több mint 2 tonna édességet
ajánlanak Krisnának, és utána ki lesz osztva, akik ott vannak. Általában pár százan jönnek. 2 tonna? Több, mint 2 tonna. Hú, menjünk el. Hú, menjünk el. Hát azt szerintem hova? Hát az, és mennyit hozhatunk? Amennyi így az ölünkbe fér? Hát mennyit adnak. Amennyit adnak? Aha. Általában sokat adnak. De... Felkerekedünk ötvenni. Igen. Szóval ez egy édesik fesztivál, amelyiknek van története is, de ugyanakkor a filozófiai alapja is, és mi most ugye lesz nálunk is édesség, azért ment be a Grand Tarács Prabhu főzni, hogy legyen itt édesség, mini édesség fesztiválunk legyen ma. Jó. Megelégszünk. Jó. Most egy falakával. Jó, és akkor ez így valahogy próbáljunk pótolni. Én fogok mesélni inkább a jelentőségéről, miről szól ez az egész fesztivál. Itt lehet látni, aki látja, aki nem látja, de van felírva egy szanszkrit nyelvű vers, Prema Bhakti Rasarnava, ez egy ilyen írás, ahol van egy mantra felírva, ami egy időleg ima is, és mantra is, ugye majd mindjárt el fogok mondani magyarul is, de előbb szanszkritól felolvasom nektek, és utána beszéljünk egy kicsit az egész, mondjuk az édesség fesztiválnak a jelentőségéről. Akkor úgy hangzik a mantra, amit fel van ott írva, Namaste Giri Rajaya, Sri Govardhana Namine, Ashesha Klesha Nashaya, Paramananda Dayine. És akkor úgy hangzik a fordítás, hogy hódolatot ajánlom minden hegynek királynak, Sri Govardhannak, aki a boldogságnak a forrása, és ugyan és a érzéknek kielégítésének és a forrása. Ő maga Krisna, és ugyanakkor Krisna szolgája. Ő megszünteti az emberiségnek az aggodalmokat és a szenvedéseket, és megajándékozza mindenkit az élet legmagasabb boldogságával. Szóval erről szó. És akkor elmondom, hogy mi az egésznek a jelentősége. Általában mindenki szeretne valahogy megoldani az életet. Vannak félelmek, vannak igények, akár anyagi igények is vannak az embereknek, anyagi javakra törekednek, akkor törekednek egészségre, sok mindent ember akarja. És ezért, hogy ez elérjen, tesz erőfeszítéseket. Valaki elmegy dolgozni, valaki, hogyha egészség, akkor kutatja egészséges életmód után, tisztán táplálkozzon, sportoljon, vagy valami, szóval mindenki valamilyen irányba szeretne menni. Ugyanakkor mindenki, sokan, majdnem mindenki, sokan félnek a haláltól, és akkor akarnak ettől megszabadulni, szóval így embereknek megvannak a céljai. Sokszor van, ugye valaki dolgozik, de vannak, akik tudnak, hát akkor kell valamit jót csinálni, hogy ahhoz, hogy jót kapjak, jót kell csinálnom. És akkor emberek kezdenek szolgálni emberiséget, ugye akarok embereket szolgálni, vagy etetni őket, vagy gyógyítani őket, vagy csak foglalkozni emberekkel, mert jót adok, jót kapok. Így próbálnak tevékenykedni. Valakik
szolgálnak a másokat, akik pozícióban vannak, vagy hatalmuk vannak, mert ha őt szolgálok, akkor tud adni nekem valamit, ugye? Mert hálás lesz, és akkor majd viszonyul. Vagy ugye mi a védikus civilizációban emberek próbálnak szolgálni úgynevezett félisteneket, akik nagy hatalommal rendelkeznek, ők nem istenek, csak nagyobb hatalmak vannak, mint egyszerű földön járó embernek, és tudnak adni nagy javakat. Szóval mindenki valakit szolgál, vagy imád ahhoz, hogy kapjon valamit cserébe, egy akár anyagi dolgot. És megszabaduljon bizonytalanságtól, megszabaduljon aggodalomtól, megszabaduljon félelemtől. És Krishna ezzel a történettel, amit most ma beszéljünk, ezzel az egész fesztiválon, az a lényege, hogy igazából, hogy az ember megérti, hogy egyetlen egy jó megoldás, biztonságos, az függni Istenen. Megérteni, hogy igazából minden, amit én, ami nekem szükség van ahhoz, hogy én akár fizikailag, akár pszichikailag, vagy lelkileg legyek kiegyensúlyozott és boldog, akkor nekem nem kell senkit szolgálni és imádni, csak Istent. Igazán. Mert úgyis minden rajta függ, ugye, hogyha mondjuk valaki szolgálja egy királyt, hogy király megjutalmazzon, de király kitől kap a javakat? Istentől. Isten adja királynak lehetőségeket, hogy tudjon osztogatni a dolgokat. Ugye volt egy szent ember, aki ült egy szent helyen, és meditált, mantrázott. Egyik alkalommal ott sétált, hát egyedül nem sétál a király, hanem az egész, hogy mondjunk, kísérjük el katonák, tudjuk, hogy király hogy megy, nagyon sok katona, meg ott a szolgák, feleség, szóval mikor király megy, akkor ez egy komoly nagy mozgás van. Akkor ott utazott a király, meglátta azt a nagy szentet, mert hallotta is róla, és oda jött hozzá. A király muzulmán volt, és akkor oda jött ehhez a szent emberhez, és azt mondta, ó, kedves szent, te olyan lemondott vagy, és olyan jó, csinálsz mindent, és annyira emelkedett vagy, szent. Én nagyon szeretnék valamivel megajándékozni téged. Bármit kérhetsz tőlem. Kérj, amit akarsz, én megadom, mert én király vagyok, itt minden az enyém, én meg országban mindent tudok tenni, neked adni. Ezt mondta, és mondta utána, de várj meg 10 percet, nekem most kell egy lelki tevékenységeket végeznem, és utána teljesítem bármilyen vágyadat. És akkor kicsit arrébb ment a király, ugye kiterítettek és ilyen gyékényt, ráült, rátérdelt, és akkor elkezdte ó Allah, imádkozni, Allahu Akbar, és akkor imádkozott, és mondta, ó kedves Uram, kérlek, add meg nekem a javakat, a hatalmat, és mi hogy tudjak másoknak adni, add nekem intelligenciát, add a védelmet, add nekem akkor a bőséget a földeknek, add nekem ez, és akkor így imádkozott, végezte ezt a kis déli, vagy nem tudom hány órakor volt imád. Mikor befejezte, szolgák összetekerték azt a kis gyökényt, és akkor visszament a király a szent emberhez. És mondta neki, jó, itt vagyok, akkor mit szeretnék? Mit szeretnél tőled kérni? Erre a szent ember csak egy feláll, és megy el, elkezd kifele sétálni. A király mondta, kedves barátom, hova mész? Hát nem azt beszéltük, hogy adok neked most a javakat, bármit, amit fogsz tőlem kérni? És akkor visszafordult a szent, és válaszol neki. Hát tudod,
én adtam magamnak egy fogadalmat, hogy a szegényektől nem fogadok semmit. De én ilyen szegény vagyok, én király vagyok. Dehogy is, te szegény vagy, te kéregető vagy. Te is most kértél Allahtól, ad nekem ezt, ad nekem azt, ad nekem ezt, akkor neked nincs semmi a tiéd. Te szegény vagy, azért nekem tőled nem kell semmi, és így elsétált. Szóval így, hogyha mi bárkitől valamit kérünk, akkor ez egy fölösleges útkörözés. Ugye, meg vannak mindenféle ilyen imádatok, vagy például van Indra. Indra, ez is egy félisten, aki felelős mondjuk az esőért. Az nem úgy van, hogy az eső, ami esik a földön, az csak úgy most összegyűltök a felhők, és akkor most így esnek, mert így jött ki a szél, úgy fújt, vagy valami. Nem, hát ez minden meg van rendezve, szervezve, hogy melyik földre, melyik országra, mennyi mennyiség eső fog esni, az meg van szabva. Ezért valahol van szárazság, valahol pont ennyi eső esik, hogy ami tökéletes arra, hogy legjobb termések lesznek, valahol elárasztja az esőt. Például fogjunk az Angliát. Angliában 500 év ezelőtt normális volt a klíma. De mivel ők elmentek Indiába, és ott sok szentét elpusztították, sok templomot nagyon támadták az indiaiaknak az Isten imádatot, sértégetők voltak, akkor most visszahatásként az egész Angliában megváltozott a klíma. Szóval nem véletlenül van. És akkor ugye vannak ilyen többféle ritus, amikor emberek imádnak Indrát, mert Indra ő intézi az esőt, hogy legyen eső, vagy ne legyen eső. De Isten hívő ember, ő tudja, hogy nekem nem kell senkit kérni, mert az a hatalmat, az Indra, amelyik tud esőt küldeni, kitől kap? Istentől. Akkor nekem elég, hogyha én Istent imádok, rajta függük, akkor minden lesz legjobb egyensúlyban és harmóniában. És akkor itt erről van történet. Vagy erről szól az egész történet. Mert általában sok ember, ő azt gondolja, hogy neki kevés csak Isten. Neki kell elmenni asztrológushoz, kell elmenni valamilyen jóshoz, varázslóhoz, valami energiát kell gyűjteni kosárba, vagy valahová, vagy valami mást még kell, külön dolgokat csinálni. De megmondom, hogy Isten ezeket nem szereti. Ő szereti, mikor valakinek van ez a megértés, hogy én rajta függök igazából. Amit te nekem adsz, és te egyetlen egy, aki engem fel tudsz tartani, akkor én ezt csak rajtad akarok függni. És azok a személyek, akik rajta függnek, mindent megkapnak. Nekik nincsen hiányuk. Védelmet is megkapják, biztonságot, pszichikailag kiegyensúlyozottságuk, nem lesz problémák, nem lesz aggodalmak, nem lesznek félelmek, hanem sőt, Isten irányi szeretetet fognak kapni. Srila Prabhupada mesélte egyik leckén, hogy Isten vigyáz mindig azokra, akik rajta függnek, a baktákra, és mondta, amikor volt második világháború, akkor Indiában is nagyon nagy éhség volt. Általában a háborúkban éhség van. Emberek sokan meghalnak az étel hiányától. És ő háború után felhívta a telefonon egy ismerősöt, aki ugyanúgy Isten hívő, Krisna hívő vagy bakta volt, és kérdezte, na hogyan sikerült túlélni a háborút, ezt a szörnyű dolgot, hogy ételhiányunk és a többi dolgot, és a barátja neki válaszolt, hát mi nem éreztünk semmibe hiányt. Akkor Prabhupada mondja, hogy itt van egy példa, hogy Isten, hogyha te Istennel függsz, akkor ő már gondoskodik róla. Ugyanazt Prabhupada is csinálta. Ő Kalkutában élt, háború alatt,
És mikor volt bombázás, jöttek a repülők bombázni a várost, emberek szaladták gyorsan a bunkerekbe elbújni a bombáktól. És Prabhupád azt mondta, hát én maradtam. Én maradtam a szobámba, meditáltam Krisnán, és mondott, hogyha Krisna akarja engem megvédeni, senki nem tud lebombázni. Hogyha Krisna akarja lebombázni, senki nem tud megvédeni. És akkor mindig ott maradt, és nem izgult, és nem volt semmi probléma vele. Szóval itt ez egy fontos dolog, hogy nekünk, hogyha mi szeretnék, hogy az az ember, aki szeretne megoldani az életét, függetlenül helyzetül, amilyenbe belebonyolodott, belekerült, hogyha megtanul, van egy bizalom, nem is kell először tanulni, először kell bizalom, hogy ebben a világban a biztonsági pont egy. Ez Isten. Ő mindig. Ő volt, amikor születtem, ő most is van, és halál pillanatban, amikor nem tudnak segíteni, se a bankszámlám nem tud segíteni, se az ismerősöm és a rokonaim, Isten akkor is tud segíteni. Ő mindig kíséri minket, és hogyha én rápróbálok bízni magamat rá, és bízok abba, van egy bizalom, nem csak hitem, abba, hogyha én megtanulok rajta függni, akkor én mindent fogok elérni, minden rossztól megszabadulok, és sőt, a szeretet az fel fog ébredni a szívembe, akkor ilyen ember nagyon szerencsés. Szóval ez a magasabb pont, amit lehet gyakorolni. Ima is egyszerű, mert Isten ő nem bonyolult, ő egyszerű. És vele kapcsolat is egyszerű. Én bízok benne, én függök rajta, akkor ő vigyáz rám. És a harmónia, mivel ugye Isten ő lelki, és hogyha én lelkileg emelkedek felé, bízok benne, függök rajta, akkor automatikusan lefele, ez azt jelenti, hogy a testileg, mindennyileg harmóniában leszek. Minden jó fog működni, mert ő működteti mindent, és rendben lesz az életem. És ugyanaz volt, ugye 5000 évvel ezelőtt, Isten, ugye akinek a neve egyik sok név között Krisna, időként megjelenik ebbe a világban. Azért megjelenik, hogy emberek ne spekuláljanak, hogy ki Isten, mit csinál, és így tovább. Ugye van sok elképzelés, hogy hogy néz ki Isten, de ember nem tud megérteni magától, nem tud elképzelni se, nem lehet kitalálni. Ugye ezért sokszor vannak olyan vallások, ahol nagyon szigorúan mondanak, ne találd ki Istenedet, ne spekulálj ki. És valamikor ez bűnnek is minősül, és ez igaz, ezért, de mégis embernek ahhoz, hogy legyen kapcsolat Istennel, kell tudni, hogy ki az, akivel akarok kapcsolatban lenni. Szóval kell valami, másképp valami absztrakt dolgot, hogy van valahol valaki, valamelyik Isten, valamilyen, az nagyon, annyira nem konkrét, hogy itt nem lehet nehéz embernek meditálni egy Istenen, vagy imádkozni valamihez, ami nem tudom mi az. És hogy legyen valami konkrétika, és segítsen Isten embereknek, azért, hogy időként jön, száll alá a földre. Valamikor ő személyesen száll alá, valamikor küld egy saját képviselőt, ugye, mint akár Jézus Krisztus, neki ez volt a feladata, ugye, ő jött, és akkor ő hirdette Istenről. Ugye, hogy Srila Prabhupád, aki itt volt 1896 óta, 1977-ig, ugyanaz a feladata volt. 500 év ezelőtt és Krisna jött, és 5000 év ezelőtt akkor is jött ő. És mikor ő személyesen jön, akkor csak azért jön, hogy mondja, nézzétek, hogy nézek ki, én ilyen vagyok, én ezt csinálok, és azok a lelkek, akik bíznak, és bennem is függnek rajtam, és szolgálni kezdenek engem,
akkor azokat megajándékozom a szeretettel, és ők öröki életet fognak élni. Velem együtt. Mert ebben a világban minden ideglenes. Ebben a világban ember próbálja maga körül gyűjteni, mert keresi a szeretetet mindenki. És akkor akarja, hogy legyen családom, legyenek rokonok, gyerekek, és minden, amit úgynevezett boldogságot okozna, de nincs boldogság, ember csak próbál ezt bepótolni, mert mivel az ember lelki természetű, anyagi javakkal nem lehet pótolni a lelki hiányukat. És a lelki hiány ez a szeretet kapcsolat Istennel. És hogy a ki is pótolja, körbeépíti magát bankszámlákkal, kapcsolatokkal, annak vége lesz, ugye? Az nem lesz örök, és akkor nagy fájdalmak. Egyik életben sikerült, következő életben nem sikerül semmit összehozni. De mikor valaki lelki szinten összehozza, ugye, akkor ő boldog lesz, mert az nem szűnik meg. A védikus írások is hasonlítják össze a világot, mint egy árnyék. És azt magyaráznak, hogy ez a világ, ez nem eredeti. Létezik, mint a árnyék létezik, ugye, amikor valaki megy az utcán, a napsütésbe, és van egy árnyéka. Nem mondjuk, hogy nem létezik az árnyék, van árnyék. De nem az az ember. Hanem az ember az, aki árnyékot ad. Az árnyéknak a forrása. De mivel létezik egy ember, azért létezik az árnyéka. És azért van egy lelki világ, ahol van ugyanott lelkek, vannak kapcsolatok, és van szeretet. Anyagi világ, amelyekben mi most vagyunk, ez az árnyéka annak a világnak. És ezért, hogyha mi próbáljunk, jön egy ember hozzánk, találkozunk, és van egy árnyéka, és mi elkezdünk árnyékkal beszélni. Na, szia, hogy vagy? Nem vagy jó, vagy jól vagy? Vagy mit szeretnél enni, vagy valami? Az megmondja, hogy nem kell neked menni pszichiátriába, egy kicsit rendbe hozni a fogaskerekeket? Nem, ember fog beszélni egy emberrel, nem árnyékkal. De ez a világ, ez is árnyék. És az azt jelenti, hogy hasonló formája, nagyon hasonlít a lelki világra, ami az eredeti, de az árnyékban nincsenek boldogságok, nincsen élvezet. Csak úgy tűnik, mint ott nincsen benne ezek a tulajdonságok. Mint az embernek az árnyékában, ott azt nem lehet szeretni, nem lehet vele, nem lehet egy árnyékot mondjuk férjő, feleségül venni, férhez menni. Mert nem az árnyék a alap, vagy eredetiség, hanem az az ember, aki árnyéknak a forrása. És ez a világ ugyanúgy, itt csak úgy tűnik, hogy itt vannak jó dolgok, csak úgy tűnik, hogy boldogság van, de hát mindenki azt tapasztalja, hogy aggódok, stresszelek, betegségeim vannak, problémáim vannak. Ez minden jel, és végül meg is halok. Szóval minden jel nekünk mutatja, ez a világ nem eredeti. Ez egy árnyék, itt nincsen boldogság. És ez nem én mondom, ez mondja mondjuk a Bhagavad Gita, valahol itt van, ott van, hogy dukha laya sasvatam. Ebben a világban dukha, lája. Mindenki szenved. Pszichikailag, fizikailag, bárhogy. Mindenki szenvedni fog. És asasvatam, adyanta, azt mondja, hogy ideglenes minden, itt minden el fogunk veszíteni. Ez itt árnyék. De, hogyha van árnyék, hogyha van ez a világ, ami árnyék, akkor az arra utal, hogy van egy forrás az árnyéknak. Akkor van egy eredeti világ, amelyik miatt van egy árnyék,
És hogyha itt minden árnyékolós, az azt jelenti, hogy nincsen megfogható boldogság, mert árnyékban nem tudsz megfogni dolgokat, csak úgy tűnik. Mert ismételi a utánozza a lelki világot, itt is vannak házok, családok, természet, minden. Ez csak utánozza, ami eredeti lelki világban van, mert ott is van családok, házok, és a természet, és mind is kapcsolatok. De itt ez csak egy árnyékolása, de mikor van árnyék, ez arról beszél, hogy akkor van eredeti is valami, amitől van egy árnyék. Ugye, ahol van minden igazi. És ez a lelki világ. És ott vannak az igazi dolgok. És mikor Isten jön, ő akkor idejön a saját társokkal, akik lelki világban vannak vele, és ebbe az árnyék világban, ahol mi vagyunk, megmutatja azt a szeretetes kapcsolatot a lelkek és ő között, ami örök, ami sose fog megszűnni, amelyik, ahol a boldogság és szeretet, úgy mondják, hogy dinamikus, és egyre jobban és jobban fejlődik. Az anyagi világban a szeretet az sokszor degradál. Ugye fiatalok találkoztak így, jó, de jó, ott látlak, és akkor minden nap találkoznak, és nem tudjuk élni egymás nélkül, aztán 6 hónap múlva veszekednek. Utállak, ilyeneket mondanak egymásnak. 6 hónap ezelőtt még mondtak, hogy annyira szeretlek, hogy létezni nem tudom nélküled, utána már verekednek, meg ilyeneket csinálnak. Ez miért nincs szeretet? Ez árnyék a szeretetnek. A szerelem, ez egy árnyék. Ez egy szerelem, amit így mondanak, a szerelem és a szeretet között az a különbség, mint a tej és savanyott tej. A tej a forrás a savanyított tejnek, vagy a joghurtnak. Ugyanúgy az eredeti szeretet az a forrás az itteni szerelmeknek és a többi dolgoknak. De az már torzított változat. Az már meg van savanyítva ez a szeretet. De mutatja, ugyanakkor mivel van itt szerelem, arra utal, hogy akkor van valahol szeretet, ami nagyon tiszta. Ahol nem bántanak egymást, és nem múlik el. Hogy itt, mivel ez a szerelem, ez egy árnyék a szeretetnek, ezért vagy elmúlik, vagy átmegy egy ilyen kihasználásba, hogy visszaélésekkel, vagy kiszolgáltatás, hogy én addig szeretem, eddig adsz nekem valamit. Amikor nem tudsz nekem valamit adni, akkor már nem szeretlek. Ez nem szeretet, ez pont az árnyika. A lelki szeretet az, ami sose szűnik meg, örök kitart. És 5000 év ezelőtt, mikor Isten jött, Krishna, ő mutatta, hogy tessék, itt vannak, nézzétek meg, ez kézzel fogható dolgok, ez az egész lelki kapcsolatok és a szeretet. És ott többféle esemény történt, amikor ő volt 5000 év ezelőtt, hogy megmutasson, hogy valaki egyszerűen átadja magát neki, és függ csak rajta, akkor ő mindig vigyáz, mert neki nagyon kedves és nagyon drága az a személy, aki csak rajta függ. Akkor ő minden megteszi, hogy megvédjen. Ugye? Abban az korban még volt egy történet, volt egy hölgy, Draupadi, aki Krishna szolgája volt, ugyanúgy, ő függött rajta, és egyszer elkerült nagyon kényelmetlen helyzetben, ahol egy nem tiszteletre méltó királyok, a fogságába, rabszolgásságába került, ő pedig egy királynő volt, most egy hosszú történet, hogy hogyan került egy ilyen helyzetbe, de került egy ilyen helyzetbe királynő, aki tiszteletre méltó, de nem megfelelő minőségű királyok mondták, hogy akkor most megalázunk őt. Ugye, és abba a korban a hölgyek ilyen száriba jártak, ugye ez egy női ruha, egy szári, ez nagyon szép kis hosszú anyag, nagyon csodálatosan rá van így
tekerve kő test körül, és az egyik szép, egyik nagyon szép ruha. És a Dushasana egyik király mondta, akkor most megalázunk, letépjünk róla a ruhát, nyilvánosan, mindenki előtt. Ugye ez egy eléggé, mostani világ már annyira kavart, hogy már nők örülnek, mikor leszednek róluk a ruhájukat. És nem szégyelt, hanem büszkék, hogy mindenki lássa, milyen testem van, még kamerázatok minél többen. Ez egy probléma. Igazán nőnek nagyon, nagyon kell szégyelni, és nagyon fáj kell, hogy legyen, szóval nem tudjan utána élni ezzel, hogy valaki látta a testemet a férjemen kívül. Ez normális. Most ez már nem normális. Szóval ez a Dushasana király elkezdte tépni le róla a szárit. Megragadta a szárit, és akkor elkezdte húzni. És a Draupadi, ő egy nő. Habár királynő, de akkor is egy nő, ő próbálta fogni a szárit. Két kézzel, és a Dushasana elkezdte húzni, de erősebb egy férfi, egy király férfiak. Régen nem olyan királyok voltak, hogy azt se tudták, hogy hogy kell gyalogjárni, vagy valami, hanem ők nagyon nagy harcosok voltak, nagyon erősek voltak, képzettek ők, nekik voltak gyakorlatok, gyerekkortól kapták harci képzéseket, és nagyon erős az alkató testük voltak. Akkor nem a számítógép mögött ültek a királyok, mint most. Csak gombot kell nyomni, hogyha háború van, oda rakéta, ide rakéta. És akkor elkezdte húzni, és akkor kezdte leszedni róla a szárit. És akkor Draupadi gondolta, hát itt én nem tudom megvédeni magamat. Esélyem sincs egy ilyen férfi előtt. És akkor csak felemelte a egyik kézzel fogta a száriát, hogy ne húzol, és akkor felemelte a kezét, és akkor kiállta Krishnának, hogy Krishna segíts. Govinda, Govinda, ez is Krishnának egyik neve. Govinda, Govinda, segíts. És akkor Krishna, ugye ő mindenkinek a szívében van, látja és tudja, miről szól, mit csinálunk. És akkor látta, hogy ő nagyon nagy szívű, tiszta szívű hív, de egy kézzel fogja a szárit. Nem, azt mondja, az azt jelenti, hogy gyere, segíts, rajtad függük, de ugyanakkor rajt magamon is függük, mert akarok még magamnak segíteni. Ez egy kézzel meg fogta a szárit. És Krishna mondta, hát úgy látom, meg tudsz védeni magát, akkor még így várta egy kicsit. És akkor így kiáltott a Draupadi, utána, amikor látta, hogy így most kész, mindjárt fogok veszteni, akkor csak két kezet emelte. És mondta Krishna, kész, akkor, ha akarsz, akkor most levesznek rólam ruhát, én rajtad függők, amit akarsz legyen. És mikor teljesen rábízta magát Krishnára, hogy felemelte a kezeket, hogy én a tiéd vagyok, ebben a pillanatban Krishna beavatkozott, és segített, és nem tudták levetkőztetni. Szóval itt arról szól igazából ezek a történetek, hogy ami 5000 év ezelőtt, amikor volt ez a történet, és ami a mai napi témához kapcsolódó, ugyanaz volt, hogy abban a korban az emberek nagyon tisztességes voltak és hálások, és mivel ugye félisten Indra, aki felelős az esőért, ő küldi az esőt a földekre, hogy legyen jó termés gabonába és mindenbe, mert régebben hogyan mérték fel, hogy melyik ország gazdaságilag fejlett. Nem azon, hogy hány bankja van egy országban, vagy mennyi papír van, ami mi pénznek nevezünk, vagy mennyi plázája van. Nem az alapján, hanem azon mérték fel a gazdagsági magaslatot, ha mennyi gabona termel, mennyi tej van, ez a gazdagság, nem a papír. Szóval a termés a fontos, de a termés csak akkor sikeres, hogyha van megfelelő időbe, megfelelő mennyiségű eső és megfelelő mennyiségű napsütés. Ez nagyon befolyásos, mindenki tudja, mindenki hallotta, találkozott kertészettel. És abban a korban emberek imádták Indrát, aki esőfelelős. És a Krishnának körülötte vévő
ugye ott is vannak családok, és akkor még Krisnának is van családtagok, Istennek van családtagok, mert ezért mondom, hogy mi, amit itt látjunk, családokat, ez tükrözi az eredeti helyzetet, mert ott, mert mivel lelki világban van családok, lelki világban van eredetileg minden, házok, kapcsolatok is, ezért itt is van. Csak ott örök, ott sose fogsz elveszíteni a családtagot, itt mindig elveszítünk családtagok, minden születés halálkor, főleg halálkor. És mikor ő jött le anyagi világba ide, ebbe, erre a földre, akkor ő családtagokkal mindenkivel jött együtt, mert mutatja, hogy ha te lelki világban mész, akkor mi lesz? Mit fogsz ott csinálni? És családtagok, ugye ez azt jelenti, van apuka, anyuka, másféle kapcsolatok, ők bemutatták, vagy ők tisztességesek voltak, és akkor ők akarták Indrának végezni egy ilyen pudzsát, vagy úgynevezett imádatot, hogy legyen eső. És akkor Krisna elkezdte mondani nekik, hogy én nem értem, minek nektek itt Indrát imádni. És akkor ők mondták, hát azért, mert tudod, Indra, ő adja a javakat, az anyagi javakat, az esőt, meg sok mindent, és ezért mi akarunk imádni, meg hálát neki felajánlani, hogy akkor minden szép és jó legyen. És Krisna mutatja, nem értem, hogyha van Isten, akkor minek kell valakin függni. Hogyha ti csak Istennel fogtok függni, akkor mindent megkaptok, akár anyagi javakat, de lelki javakat is megkaptok, és menedéket, és minden. És akkor a többiek, mindenki mondta, ok, rendben, elfogadjunk, meggyőztél, és akkor nem csinálták Indrának az imádatot, hanem Krisna mondta, itt van egy különleges hegy, amelyik nem egyszerű közösséges hegy, és ez a hegy én képviselőm, és hogyha mondjam, mivel ez a hegy az én képviselőm, azért ott van mindig jó klíma, és minden, javát onnan is tudtok kapni, akkor inkább ezt a hegyet tiszteletbe tartsátok. Mert akkor én örülök ennek. És akkor ők elkezdték, ugye nem Indrát imádni, hanem kezdtek a hegynek meghálálni, mert itt van sok legelő teheneknek, ami adja jó füvet, ami adja jó tejet, és akkor van nagyon jó, szép lehetőség kertészkedési tovább. Indra, ő kibukott magyarul. Ő azt mondta, hoppá, mi ez a dolog? Mert sokszor emberek, és vannak emberek, akik azt gondolják, hogy itt rajtunk valami függ, és hogyha valakinek nem adja meg megfelelő tiszteletet, akkor ő szemtelen, mit képzel magának? Amikor ember elfelejti, hogy ő is valahonnan kapja lehetőségeket, hogy adjan másoknak, és akkor Indra mondta, akkor én letámadom titeket, hogy ti azt gondoljátok, hogy nem kell engem imádni, és ott van valaki, aki egy furcsa Krisna valaki, azt gondoljátok, hogy ő, amit mond nektek, az igazság, az nem igazság, valami hegyet imádtok, mit csináltok? Bálvány imád? Majd a hegy elindult felé. Igen. És akkor Indra elkezdte, mondta, jó, akkor csinálok özönvizet. És akkor elkezdte, összehajtotta a nagy felhőket, ami most Amerikában volt pár hete. Emlékeztek? Volt egy nagy ilyen, nem tudom, szél, forgó szél, meg nagy eső, tornádó, igen. Na, akkor Indra, ő irányítja ezeket igazából. És akkor elindította a tornádot oda. Azt mondják, hogy olyan eső volt, mint ahogy vödörből öntsünk. Nagyon sok eső volt. És ezzel is Krisna mondta, ne aggódjatok, minden rendben lesz. Senki, hogyha én akarok titeket megvédeni, bármi, itt atomrobbanás is lehet, nem lesz semmi gond. És mindenki biztos, jó, persze. Ha persze nagyon eső beindult, és ugye ilyenkor hát eső el tudja árasztani, akár ez bolygót, egész földet, ez nem probléma. De Krisna azt csinálta, hogy mondta, jó, akkor most egy nagyon különlegesen fogok nektek segíteni,
Ugye ezt általában ember nem érti, hogy miért pont így Isten gondolta csinálni, de ezzel ő mutatja, hogy ő Isten, ő ahogy akarja, úgy fog csinálni, és ez lesz tökéletes. És azt csinálta, oda ment a hegyhez, és akkor felemelte a hegyet. És mikor felemelte a hegyet, akkor, és akkor mondta, gyertek ide, itt, hegy alatt tudtok maradni, de nem fog befolyni egy csepp se, mindig jó idő fog maradni. És akkor a ottani lakók, bakták, mondjuk így, hegy alá mentek, és akkor 7 napon keresztül Indra próbált elpusztítani, de nem tudta megcsinálni. Ugye? És Krishna, amikor fogta a hegyet, igazából bal kéznek is ujján fogta. Ezzel mutatja, hogy igazából Istennek nincs megterhelések. Ő fenntartja egész világot, és nem jelent, hogy most valamikor már elfárad, hogyha fenntartja a világot. Ő saját energiával megtartja a világot, fenntartja, és neki nem probléma hegyet felemelni, vagy egész bolygót felemelni, és ezekkel mutatja, hogy igazából, hogy ő egy legyőzhetetlen Isten, és ő azt csinál, mit akar. Sokszor vannak problémák az emberekben, akik próbálnak haladni Isten felé lelki gyakorlatokkal, de ők megszabják, milyen legyen Isten. Valaki azt mondja, Isten nem lehet formája. Isten nem tud nevetni. Isten nem tud felemelni hegyet. Erre van egy ilyen kérdés. Ki vagy te, hogy te kitalálsz, meghatározol, hogy mit csinálhat Isten, mi nem csinálhat Isten. Nem jogos. És ezért nem is értesz, hogy te próbálsz, te kitalálod, mit csinálhat Isten, akkor te csak kitalálsz dolgokat. Ő Isten, azért Isten, mert csinál, amit akar. És tiszta szívű emberek ezt elfogadják, hogy igen, hogyha Isten akarja, hogy legyen neki ilyen forma, mint nekünk, csak lelki, nem anyagi, mert ugye ez a forma, ez anyagi, ez a test, ez elpusztul. Istennek lelki testje van, de ugyanúgy néz ki, mert még a Bibliában is van bizonyíték, hogy saját képére teremtette az embert. Hogy ember azért néz ki, mert ez Isten képe. Mert Isten is úgy valahogy néz ki. És valaki mondja, hogy nem lehet, miért nem lehet? Te miért korlátozol Istent? Mert ember azt mondja, hát Isten korlátlan. Először így mondja, Isten korlátra, utána mondja, Istennek nincs forma. Isten nem tud nevetni, Istennek nem lehet családja. De hogyha te most mondtál, hogy Isten korlátlan, most miért korlátozolod? Hogyha ő korlátlan, akkor neki lehet forma, neki lehet családja, és ő felemelhet hegyet. Hogyha ő így akarja megvédeni mindenkit, hogy hegyet felemeli, akkor így meg fog védeni. Ez az Isten, ez a tökéletessége, és egyszerű emberek ezt elfogadnak. Mert ők tudják, hogy Isten mindenre képes, és ahogy ő akarja, az a csoda, nagyon csodálatos. Mint van egy nagyon jó történet ezzel kapcsolatban, hogy a bonyolult emberek, akik próbálnak kitalálni, milyen az Isten, ők sose fognak megérteni, de az, aki elfogadja Isten úgy, ahogy van, az megérti Istent. Ugye elmondom a történetet. Ezért például a Bhagavad Gita, ami nálunk, ami Srila Prabhupát fordította, ő nem próbálta kitalálni, milyen Istent, hanem lefordította úgy, ahogy van, azért a Bhagavad Gita-nak az a címe. Bhagavad Gita úgy, ahogy van. Ez a csoda. És van egy történet. Van egy szent, Narada. A Narada olyan szent, hogy ő a lelki szinten van, hogy ő képes utazni mondjuk a lelki világ, akár bemegy, akár anyagi világban. Ez nagyon ritka, aki képes ilyen dolgokat átjárni egyikből másikba. Általában mi a földi emberek nem tudjuk átjárni, ő pedig képes. És egyik alkalommal ő volt lelki világban az Úrnál, ugye Krishnánál, de ott Krishna egy másik
hangulatban volt, ugye Krisnának van több neve, mert amikor más hangulatban van, akkor máshogyan neveznek, mint minket is. Valamikor mi mondjuk megyünk tevékenykedni bizniszbe, akkor mondanak, ó, üzletember. Mikor otthon vagyunk, akkor mondanak nekünk a feleség a drágám, vagy nem tudom, hogy szokták mondani, vagy apa, apa, a gyerek mondja, akkor a barát mondja nekem, barátom. Ugye nekünk is sok neve van, és Istennek, mivel a tevékenység más lehet, más a neve. És akkor amikor Narada látogatta Krisnát, akkor neki Vishnu volt a neve. Mert akkor ő egy ilyen hivatalos isteni szerepben volt, mondhatjuk így, Vishnu. És Narada, ja, mielőtt ment oda hozzá, az úton találkozott két személlyel. Ment, és egyik első, akivel találkozott, egy cipésszel. Ugye volt egy nagy banyán fa, egy ilyen Indiában vannak nagyon szép fák, ilyen banyán fa, hogy van egy törzse, így megnő, és akkor az ágokból ilyen liánok kezdenek ereszkedni a földbe, és amikor érintenek a földet, akkor gyökeret engednek, és az is lesz törzs. És utána tőle is jön új ágok, utána megint lesz ilyen új liánok, új törzs, és akkor egy nagyon ki tud nőni ez a fa. Egy nagy erdő is lehet egy fából, mert új oszlopok lesznek. És egyik ilyen banyan fa árnyékába ült egy cipész, és akkor javítottgatta, vagy gyártotta a kis cipüket. És Narada Munit, mikor látta, akkor nagyon nagy tisztelettel hozzászólt, ó, kedves Narada, menj, merre haladsz, hova tart az utod? Narada mondta neki, én megyek az Úrhoz, meg akarok látogatni az Úr Visnót, az Úr Istent. Kérlek, amikor ott találkozol az Úrral, kérdezd meg tőlem, kérlek, hogy én mikor felszabadulok a karmától, mikor elérem a lelki szintet. Mondta, jó, meg fogok kérdezni. És ment tovább. Következőkével találkozott, ott volt már egy úgynevezett brámana. A brámanák ezek a személyek, akik egész életben lelki tevékenységeket végeznek. Ilyen papok, mondhatjuk. Tanulmányoznak szentírásokat, tanulnak himnuszokat, védikus mantrákat, imákat, és sok ilyen papi munka, ami eléggé számít, magas dolog, mert ők tanítók is. És ott volt egy brámana. Brámana mondta, ó, kedves Narada, merre tart az utat? Megyek az Úr Visnuhoz, az Úr Istenhez. Kérlek, amikor találkozol vele, kérdezd meg egy kérdést. Kérdezd meg tőle, hogy mikor felszabadulok, mikor vége lesz a karmámnak, mikor elérek a lelki szintet, a szeretettet. Rendben. És akkor eljött az Úrhoz, ott töltött vele megfelelő időt, és utána mielőtt elindult, mondta neki, kedves uram, kettő személlyel találkoztam útközben, mikor haladtam felét, és ők kérték, hogy kérdezem tőle egy-egy kérdést. Kérdezd meg tőlem. Mondta az úr, azt szeretnék kérdezni, kedves uram. Brahmana kérdezte, hogy ő mikor fel fog szabadulni. Mikor eléri a lelki szintet, és eléri a szeretet, és vége lesz a karmának. És cipésszel is találkoztam, ő szintén ugyanazt a kérdést feltette. Kedves uram, te mindent tudsz, te trikalagyá, te ismersz a múltat, a jelenet és a jövőt. Kérlek, mondd meg nekem, mit válaszoljak nekik. Hát, én neked elmondom, de aztán, hogy mit fogsz válaszolni, akkor majd meglátod, de én neked azt mondom, hogy a cipész egyszerű ember, kétkezű munkás, ő már felszabadult. Ő neki már nincs karmája. A brámana, aki a lelki dolgokat mindig gyakorol, papi tevékenységeket végez, ő neki még sok élet kell ahhoz, hogy ő felemelkedjen. Nagyon csodálkozott az Úr Narada, de azt mondtak, hogy lehet, uram, hát te ez a cipész egy kis koszos munkát csinál, mert embereknek a cipőket,
nem olvassa a Szentírást, biztos nem imádkozik, nem mantrázik. Hogy fogsz felszabadulni, mikor a brámaná, a pap, ő tiszta dolgokat, mindig az égét hirdeti, és mindig tiszta dolgokat csinál, nap mint nap veled van kapcsolatban, hogy ő nem szabadul fel, és a cipész felszabadul. Ezt nem értem. És akkor az Úr mondta neki, jó, meg fogsz érteni hamarosan. Menj vissza, és mikor találkozol egyikükkel, utána másikukkal, akkor fognak kérdezni, hogy mikor voltam nálam, azt fognak kérdezni, amikor ott voltál az Úrnál, épp akkor mit csinált az Úr, mivel foglalkozott. És akkor mondd meg neki, majd én leteszem itt. Jó, egy pirosot, ja. Mondd meg neki, nekik, hogy amikor az Úrnál voltam, akkor épp akkor az Úr a tűfókán áthozta az elefántot. Vicces volt, de Narada mondta, jó. Ilyen választ kell adjak, akkor fogok adni ilyen választ. És akkor ment. Jött, és akkor Brahmanával találkozott, hogy a papa, és akkor ó, kedves Narada, látom, hogy ragyogsz, mert ott voltál az Úrnál, és kérlek, mesélj nekem, nagyon kíváncsi vagyok, amikor ott voltál az Úrnál, mit csinált a kedves Istenünk? És akkor Narada mondja, hát amikor ott voltam, akkor épp akkor az Úr Visnu a tűfókán áthúzta az elefántot. A tudós brámana pap, mondta Narada. Nagyon gyerekes válasz volt. Ez nem, ez komolytalan egy kicsit. Isten ezeket nem fog csinálni. És Istennek nincs más dolga, Istennek, aki a világot megteremti, fenntartja mindent, aki az akarata nélkül még fűszál sem mozdul, Isten, aki ilyen Isten, ő fog ülni és tűfokán áthúzni az elefántot, ez lehetetlen. Én nem hiszek neked. És Narada megértette. Ő nem hisz Istenbe. Ő nem fogadja Istent úgy, ahogy van. Ő ki akarja találni, milyen Isten legyen. Ezért ő még nem fog felszabadulni. Még nem tisztul meg a karmától. Még nem fog elérni a szeretetet. És akkor megértette, miért az Úr mondta, még sok élet neki kell. Ment tovább. Találkozott a banyánfánál a cipésszel, aki alatta javította a cipüket. Cipész felállt, ó, kedves Narada, gyere, kérlek, ülj le. Nagyon örülök, hogy meg újra találkozunk. Mindig boldog vagyok, mikor látlak téged. És most, mikor az Úrtól jössz, kérlek, mesélj, de mivel foglalkozott az Úr? És akkor Narada mondta neki, hogy hát az Úr ott ült, mikor ott voltam, és a tűfókán áthozta az elefántot. Milyen csodálatos az Úr. Én mindig tudtam, hogy milyen csodálatos. Ő nagyon különleges. És akkor a szíve megolvadt, mikor hallotta, miket csinált az Úr. A Narada Muninak kitágolt a szeme, hogy ilyen reakciót nem várta. És akkor azt mondja Cipésznek, te elhiszel, hogy Istennek nincs más dolga, hogy ő csak így ül, és akkor elfántott, áthozta a tűfókán. Te ezt elfogadod? Elhiszel? Te ebben hiszel? Cipész mondta, persze. Miért nem? Miért Isten nem képes ezekre? Ő nem képes ezt megcsinálni? Azt mondja, nézd meg, én itt ülök a banyánfa alatt. Hatalmas nagy fa. Ez egy fa, ez nagyon magas, nagyon széles, nagyon nagy. És a banyánfának van nagyon pici gyümölcsei. És a gyümölcs tele van pici magokkal. És azt mondja, hogyha Isten, hogy amikor van ez a mag ennek a nagy fának, és az Isten ilyen nagy fát berakta a banyán fába, banyán magba. Mert amikor belőle ültetesz, akkor kinő ez a nagy fa, mert az ott van benne. Hogyha képes ezt a nagy, hatalmas fát, ami nagyobb, mint egy elefánt, berakni ebbe pici magba, akkor mi nem tudna egy elefántot áthozni a tűfokán? És akkor Narada látta, hogy igen, ez a kis, egyszerű cipész, ő nem találja ki, mit lehet Istennek, mit nem lehet Istennek,
hanem ő elfogadja úgy Isten, ahogy Isten akarja, hogy milyen lehet ő, amilyen van. És akkor értette, hogy neki van már szeretete Isten felé, neki már nincs karmája, ő már most felszabadult. És értette, hogy igen, igaza volt az Úrnak, mikor neki mesélt a cipészről. És nagyon a tiszteletet érezte a cipész iránt, és utána haladott tovább a saját úton. Ez a fontos dolog, hogy Istent azok nem értenek, akik próbálnak korlátozni Istent. De azok, akik nyitott szívvel vannak, és képesek elfogadni úgy Istent, ahogy ő van, ők nagyon boldogok. Ők téreznek Istennek azt a végtelen kegyet, és az ő a szeretetet. És ez a történet, ami ma van, az a Govardán történet, amikor ő felemelt a hegyet, azok a személyek, akik nem találnak ki, hogy mit lehet Istenek, mit nem, hanem elfogadják, ők nagyon-nagyon csodálkoznak, és nagyon elégedettséget tapasztalják, mikor hallják ilyen történeteket. És ezek a személyek lelkileg fejlődnek abba a pillanatban, amikor hallják és bíznak ebbe a keftelésbe, ebbe a történetbe. Ezért például a lelki dolgok tudnak nagyon gyorsan segíteni nekünk fejlődni, hogyha mi megfelelő tudatban vagyunk, de ugyanakkor tudnak minket degradáltatni. Hogyha ember mondjuk ilyeneket hallja Istenről, és belül mondjuk ez mese, ez hülyeség, hogy én majd, mert én meghatározom, milyen legyen Isten, az az ember sértegető, ő degradál. Az az ember, aki mondja, én nem értek minden, de Isten olyan csodálatos, miért nem lehetne neki ezt csinálni? Miért nem emelhetne hegyet, a tűfokán elefántot, ő Isten. És ez ilyen csodálatos, akkor ez az ember fejlődik, amikor nincs, nem ítéli az Isten. Szóval ez a mai történet, és azok a személyek, akik ott voltak 5000 év ezelőtt, és mikor Isten felemelte a hegyet, és mindenki oda ment, és voltak megmentve, mert ők nem gondolták, hogy hát majd mi kitaláljuk, hogy te hogyan tudsz minket, vagy nem tudsz minket menteni, te úgy mentesz minket, hogy te akarsz, hogyha akarsz egy hegy segítségével, akkor hegy segítségével. És utána Indra, aki büszke volt, és gondolta, hogy majd mindenki rajtam függ, mert adok az esőt, és utána, amikor elkezdte indítani az esőt, és mindenki hegy alá elbújt, akkor ő 7 napon keresztül és éjszakán keresztül azt a záporozott esőt küldött, de amikor kifogyott az erő, megértette, hoppá, itt Isten beavatkozott, mert én már régóta megöltem volna mindenkit. Mert tényleg hatalmas vagyok, de csak egy, aki tudja az én hatalmamat nullázni, az az, akitől én kapom, ez az Isten. És rájött, és akkor abba hagyta mindent, és ő jött oda-vissza, alászállt a földre, és kérte bocsánatot Istentől, azt mondta, én elismerem, hogy nem én találom ki, hogy te milyen vagy, erős vagy nem erős, mert te gyerekformában voltál, én azt gondoltam, hogy egy gyerek ellenem senki. De most látom, mindegy, te akarsz, te gyerek lehetsz, te felnőtt lehetsz, te Isten vagy, te olyan akarsz, olyan lehetsz, amit te akarsz. És most már én megértettem, én először gondoltam, hogy te olyan lesz, amit én gondolom, hogy te nem lehetsz egy gyerek, de most te olyan lehetsz, amit akarsz, bocsánatot kérem, és akkor kapta sok áldást Istentől. Ez egy nagyon, és utána nagy fesztivál volt. Amikor jó lett a vége, amikor az Indra is menedéket végül vette az Istentől, mondta, igen, tőled kapom mindent, kérlek, nálad veszek menedéket. A többiek, mivel bíztek benne, és kapták ezt a nagy védelmet Istentől, mert rajta függték, akkor utána nagy fesztivál volt, győzelem. És akkor főztek sok édességet, rengeteg édességet főzték, és Isten mondta, hát ez a hegy igazából, ez az én inkarnáció. Így mondta ő, ezért ez a hegy egy személy. Csak most hegy formában van, akkor ajánljátok neki, és meg fog enni. És akkor így a hegynek volt ajánlva sok-sok tonna édesség. Így végződik ez a jó kis történetet, akik
bizalommal és hittel most hallgatták, lelkileg fejlődték, karmától tisztolták, és ébredett egy pici-pici kis szúnyodó szeretet a szívünkbe. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy vannak még kérdések esetleg. Én azt szeretném mondani, hogy én azt hallottam, olvastam is, hogy az édesség az egy irányba hat bennünk, méghozzá egy gyomor tájékán és vízszintes egyenes irányában, és ez azért fontos, mert amikor eszünk egy kis édességet, akkor az bennünket nyugalommal tölt el. Pótolhat egyfajta hiányzó, akár ilyen szeretett édes kis simogató kis érzést is, de ez a nyugalom, ez egy biztonságot jelent, egy állóképességet, és azért örült a hegy ennek, mert akkor ő nyugton maradt, és a belseje az nem mozdult el, tehát úgymond a hegyi gyomra nem kordult meg, és nem vulkanizálódott, vagy lávázódott, vagy nem tört ki máshol, és a hegy azért örül az édességnek, mert ha mi állunk emberek, akkor olyanok vagyunk a magunk stabilitásában, az a fajta biztonság, amely bennünket eltölt, ha hegyinek gondoljuk magunkat, az ha nincsen rá módunk ebben a tehát meditációval, önerősítéssel, énerősítő technikával, vagy egy kis mantrával ezt a biztonságot elérni, akkor olyankor, mert egy városi körülmények között nem biztos, hogy a civilizációs ebben a zsivajban meg tudjuk ezt csinálni, akkor szoktunk enni egy kis édességet, mert az viszonylag rövidebb idő alatt váltja ki bennünk ezt a biztonságérzetet. Tehát azért mondják azt, hogy a hegy, ez egy gyönyörű, szép és igaz, az egyik legtisztább olyan tanítás, amely az embereket azért is tölti el jó érzéssel, mert önigazolását látja az én valóságának. Azért vagyok, mert még képes vagyok magam ebben a biztonságban tartani, ebben az erősségemben, hogy engem se ez a kis fuvallat, sem ez a bizonyos tornádó el nem vihet. És a hegy azért ül az édességnek. És mi is azért szoktunk körülni, mert akkor olyankor egy kicsit hegyek vagyunk. Kicsit jól akadjuk a hegyeket, ha édesen teszünk. És a másik pedig az, hogy ami szóba került most, hogy a Brahma, és még volt egy marra végződő Brahma, a Dharma, és még van egy, amit nem tudom, amelyik, a harmadik, amelyik ilyen marra végződik, hogy ő nekik ezek a szótagok, hogyha elválasztjuk, mint a keleti nyelvekben a szótagolás, az egy közös végződése, hogy Brahma, Brahma, vagy Brahma, és még van egy, csak nem a Shiva, hanem még a másik, nem a Vishnu, hanem nem jut eszembe, van még egy ma. De nem tudom most, tudom, hogy három, csak most nem jut, az előbb még eszembe volt, csak lehet, hogy ma sok édességet ettem, és most egy kicsit lusta vagyok, nem tudom. Igen, édesség fontos, mindenki szereti édességet, nem csak hegyek. Isten is szereti édességet, mi is szeretjünk, és mi olyan édességet eszünk, ami fel van szentelve, ugye megvan, fel van ajánlva speciális rituálival Istennek, ami lelki energiával rendelkezik, az a kis édesség, amit majd Grántarás Prabhu fog ajánlani mindenkinek, ez egy tiszta étel, és kettő az egyben, édes és finom, az mindenki jó, még lelki természetű. Az azt jelenti, hogy aki eszik ilyen édességet, ami speciálisan volt elkészítve eljárásukkal, olyan ember szabadul karmától. És segíti felébreszteni Isten irányi szeretettet. Egy ilyen édességet ma fogunk enni. Köszönjük szépen. Nekem el kell indulni, akkor majd találkozunk. Az édesség még marad? Jó, lehet, mi elkezdünk pakolni csomagon. Ti először vendégekkel, majd velünk, mielőtt elinduljunk, megbeszélünk. Hát majd ti elmondjátok, mi készülünk. Jó, rendben van, majd utána mondjátok, amikor mi elmegyünk, vagy valahogy. Jó?
akkor köszönjük szépen. Shri Gornitaki Jai, Shri Shri Giriraj Maharaj Ki Jai, Srila Prabhupad Ki Jai, Nitai Gaura Premanandi. Haribol. Hare Krishna. És mi az édeségnek a neve, amit most említ fogunk? Nem tudom, hogy mindjárt elmondjam, mert...